Kedves hallgatók, nagyon nagy szeretettel köszöntöm valamennyiket. Szeretek Bajára jönni, mert itt nem kell fizetni a parkolásért, hogy mindig olyan jó érzés becsukni az kocsi ajtaját, hogy végre egy olyan hely, ahol az autósokat is szeretik. Ma az lesz a feladatunk, hogy a tessalonikai első levéről, Pál tessalonikai első leveléről gondolkodjunk közösen. Nem tudom, hogy járt-e valaki Tesszalonikiben a jelenlevők közül. Szerintem többen jártunk Görögországnak ezen a részén, magyarok által nagyon kedvelt terület. Nem tudom, járt valaki esetleg Tesszalonikában? Na, akkor azt tudom mondani, hogy a nyáron én átestem a Tűzkeresztségen, családommal együtt meglátogattuk 50 fokban ezt a várost. Éppen abban a két hétben mentünk, amikor, vagy egy hétben mentünk, amikor 50 fok volt Görögországban, illetve Athénban, ott végig nézegettük a különböző érdekes dolgokat, és a szombatunk az úgy telt egyébként, hogy akkor így próbáltunk pihenni, és a családdal egy ilyen társasjátékot készítettünk, és az volt a feladat a gyermekeknek, hogy elolvastuk az apostolok cselekedeteiből azt a részt, amikor Pál második missziós útján Görögországban meglátogat különböző városokat, és hirdeti az élő Krisztust, a feltámadt Krisztus. Bocsánat a hangomért és a köhögésért, időnként majd fogok köhögni, mert sajnos egy betegségen átestem, és ez azt mondják, hogy 6 hétig tartó köhögéssel jár. No, szóval ezt játszottuk, és amikor így készültem a mai estére, azon gondolkodtam, hogy ez egy olyan szép élmény volt számomra, hogy szeretném megosztani önökkel, hiszen Pál apostol második missziós útján útba ejtette Tesszalonikát, és ezen a második missziós úton történt meg az az alkalom, amikor meg is alapította a tesszalonikai keresztény gyülekezetet. De mielőtt belevágnánk ebbe a részletekbe, szeretném egy kicsit ezt a missziós utazását Pálnak bemutatni, és ha megengedik, akkor hátat fordítok önöknek, vagy fél hátat fordítok önöknek. Tehát Jeruzsálemből indul, nem tudom, hogy látták-e már ezt a képet, amikor Pál apostolnak a három missziós útját próbálják bemutatni. Lényeg az, hogy Jeruzsálemben a zsinat, jeruzsálemi zsinat, elküldi Pál apostol, de nem csak őt, hanem Silást, Barnabást, Márkot is egyébként, elküldik a különböző missziós utakra, mert hogy Jézus halála után, ugye tetszenek emlékezni, hogy Jézus azt mondja, hogy a föld végső határáig el fog jutni az evangélium. Hát hogyan jut el az evangélium a föld végső határáig, hogyha a komfortzónájukból kilépnek az apostolok, és elindulnak a világ különböző pontjaira. Ennek még lesz érdekessége a mai nap folyamán, ahogyan közelítünk egy kicsit a témát. Tehát Jeruzsálemből indulnak el, és tetszenek látni ezt a sok krikszkrakszot, csíkot, ide-oda vezető jelet, amit lehet itt látni, és az angolul tudók, kicsit tudók láthatják itt, hogy igazából 4 ilyen különböző ábrát láthatunk, ami mutatja az útvonalakat. Ez az ábra az első missziós útját jelzi Pál apostolnak, ez a második missziós útját, ez lesz érdekes számunkra. Tesszalonikai első levélnek a helyszínét fogja bemutatni. Ez a harmadik missziós útról szól, és itt van a negyedik, ami nem is igazán klasszikus missziós út volt, hiszen Rómából már nem jön haza Pál apostol, mártírhalált fog halni a császárnak a bebörtönzés, illetve császár által történt bebörtönzés után. Most nézzük akkor meg, nagyon érdekes, ezt szeretném itt megállni egy picit, vagy szeretném ezt is bemutatni önöknek. Igaz, hogy a második lesz érdekes számunkra, de az elsőről hadd szóljak néhány szót, mert kapcsolódik majd a másodikhoz. Tehát ezt a ábrát, ha nézzük, akkor láthatjuk, hogy innen Antiókiából, miről volt nevezetes Antiókia? Itt nevezték először a keresztényeket keresztényeknek, azaz krisztusiaknak, akik úgy viselkedtek, mint ahogyan Krisztus is viselkedett. Na most azt látjuk, hogy itt elindul
Pál Ciprusra, elmegy egészen egy másik Antiókiáig, ez az ázsiai Antiókia, több is van egyébként, Szerbiában is van egy ilyen Antiókiánk egyébként, aztán szépen itt visszafordul. Tehát tetszenek látni, hogy ez volt az első missziós út. Hát nem egy nagy út volt, ezzel ellentétben 3 évig tartott ez az utazás, és a Biblia olvasók tudják, hogy történt valami nagyon érdekes dolog. Út közben Pál apostolnak az egyik segítője arra gondolt, hogy ő nem szeretné ezt az utazást folytatni. Őt Márknak hívták, Pál jól meg is sértődött rá, mai nyelven így mondanám, eltanácsolta a további közös munkától, és hát lehet, hogy egész élete végéig nem tudta kiheverni ezt a csalódást, amit Márk jelentett neki. És akkor nézzük a második missziós utat, ezt szeretném bemutatni önöknek azért is, mert ez az út is 3 évig tartott, és az az érdekessége ennek az útnak, hogy Pál apostol innen, erről, tehát az Ázsia, kis-ázsiai részről nem akart átmenni Macedóniába. Ahol, akiknek, illetve azt mondanám, úgy mondanám, hogy ahol több gyülekezetet is alapít. Filippit, Tesszalonikát, Korintust, és Athénban is próbált előadást tartani, de ott nem sikerült a gyülekezet megalapítása. Láthatjuk az útvonalat, hogy hogyan haladnak, most nem fogom el sorolni önöknek azokat a különböző településeket, ahol végig mennek. De amikor Troászba érnek, és azon gondolkodnak néhány a vele való segítői, valószínű, hogy akkor már Lukács is vele van, aki az apostolok cselekedeteinek tehát Pál apostol cselekedeteinek a lejegyzője, és az apostolok cselekedeteit megírja, Szilásszal együtt megállnak itt. És ott majd történik valami érdekes dolog, ami szerintem óriási hatással van a mai keresztény gondolkodókra is, ami kiterjeszti egy kicsit vagy rávilágít egy kicsit arra a kérdésre, hogy vajon az életünk sok-sok végtelen egymásba fonódását jelenti-e, vagy valami tervezettség van a mi életünkben. Tehát ahogyan látjuk, itt az első missziós út, amit láthattunk, ez a pici, ez Krisztus után 45-től 48-ig tartó időszakban tette meg az apostol, aztán jött 1 év szünet, beszámoltak a zsinatnak arról, hogy mi történt, és akkor 49-től 52-ig pedig elindul a második missziós útja az apostolnak, ami már egy sokkal nagyobb kiterjedésű, és egészen Athénig, illetve Korintusig, a Görögország legdélibb pontjáig el fog jutni, aztán visszatér Efézusba, és majd újra Jeruzsálembe, és lesz a harmadik útja az apostolnak, ezt így zölddel látjuk, zöld címmel látjuk, zöld vonal, szaggatott vonallal látjuk, ez pedig Krisztus után 53-tól 58-ig tart, ez az időszak, ez volt a leghosszabb. Tehát amikor arról beszélünk, hogy Pál apostol elindul Jeruzsálemből a missziós utakra, akkor ne arra gondoljunk, hogy felül a repülőre, vagy a hajóra, meglátogatja, prédikál egyet az ott lévő embereknek, hanem azt kell, hogy mondanom, hogy 13 éven keresztül, tehát a megtérését követően 13 éven keresztül Pál apostol erre teszi fel az életét, hogy a különböző pogány népeknek, akik nem ismerik az élő Isten, bemutassa az élő Krisztust, a feltámadt Krisztust. Nem volt könnyű dolga. Gyanítom, hogy a kollégáim különböző gyülekezetek megalapításának a történetén elmondták, hogy
milyen kihívások elé állította Pál apostolt ez a teljesen idegen környezet, de ő szívén viselte azt, amit Jézus mondott, hogy ne tartsa meg az evangéliumot, hanem tegyen bizonyságot arról, hogy ő egy olyan ember, akinek van reménysége. És ez a reménység tetten érhető egyébként a tesszalonikai levélben is, a reménységről való bizonyság tevése. Az apostolnak több esetben is visszatér Jézus Krisztusnak a második eljövetelére, amely tanítás, a Bibliának a tanítása valóban reménységet adhat, nem csak abban a korban, hanem mai nap is. És éppen ezért szeretném már itt az elején elmondani, hogy a tesszalonikai levél nagyon is aktuális a 21. század embere számára. Olyan üzenettel rendelkezik, ami bátoríthat minket ebben a nagyon fejtetejére állt világban, talán érzik túlzásnak ezeket a kifejezéseket, amikor minden olyan bizonytalanná vált a környezetünkben. Talán még egy képet hadd mutassak itt be önöknek, ez a Via Eglésia, arról nevezetes ez az út, hogy innen a Fekete-tengertől egészen az Adriai-tengerig, sőt egészen már nem fért rá a képre, vagy a vetítőre, egészen Rómáig vezet ez az út. Mit kell tudni erről az útról? Ez az út nem más, mint a híres római 1100 kilométeres szárazföldi út, ami hadi és kereskedelmi út volt. És akkor tessék megnézni, hogy hát a mai Isztambultól szépen végig megyünk itt egészen Macedónián keresztül a Itáliáig, és itt találunk egy várost, ami nem más, mint Tesszaloniki, és mai napig itt található. Az a város, ahol Pál apostol az üzenetét el fogja mondani. Hát nem tudom, melyiket tartsuk meg, ezt vagy a másikat, lehet, hogy ezt érdemes. Több képet nem hoztam, ez is inkább azért, hogy el tudjuk képzelni, hogy mégis miről van szó. Beszéljünk egy kicsit a tesszalonikai levélről. A tesszalonikai levél azért különleges, mert Pál apostol írásai közül a második legidősebb. Az első a galáciai levél, a második pedig a tesszalonikai levél, ami a legrégebbi levél. Tehát azt tudnám mondani önöknek, hogyha Galáciát hirtelen meg kellene keresnünk valaki, aki éles szemű. Kérem? Igen, ott van egy Galácia, de annyi ilyen van, hogy nem is biztos, hogy arról van szó. A lényeg az, hogy itt a kis-ázsiai területen található valahol Galácia, lehet, hogy éppen az a tartomány, amit ott láthatunk is. Ennek a ott megalakult keresztény közösségnek írja meg az első levelet, a második levelet pedig Pál apostol annak a közösségnek, megalakuló közösségnek írja, akik ott Tesszalonikában rezonáltak az evangéliumra, amit Pál apostol elmondott számukra. Egyébként a legrégebbi iratunk, levelünk az Új Szövetségből, az pedig a Jakab apostolnak a levele. Ugyan említettem már, Pál második missziós útján alapítja meg a gyülekezetet Szilvánussal, Timóteussal, és itt fogok megállni egy picit, mert hogy emlékeznek arra, hogy az első missziós út alkalmával már faképnél hagyját, maradjunk ezenél a kifejezésnél, modern kifejezésnél, ott hagyja, pácban hagyja, faképnél hagyja, mondhatunk különböző jelzőket még rá, vagy megfogalmazásra, hogy mi is történik. Lényeg az, hogy Pál apostol úgy tekintett minden segítőire, mint a tanítványára. Tetszenek tudni, hogy abban az időben a tanítások úgy történtek, hogy nem egy katedráról tanított egy professzor a diákokat, hanem maga mellé vette a különböző diákokat, és megtanította, hogy hogyan kell végezni a tudományt. Ezeket neveztük rabbinak. Maga Jézus is egy ilyen rabbi volt a külvilág számára, és Pál apostol is ilyen tanítványokat fogad maga mellé. Ilyen volt Márk, aki elhagyja őt, de
ikonumban, és akkor megpróbálom megkeresni valahol ikonumot. Tetszenek látni ikonumot? Igen, itt van ikonum, igen. Ikonumban valami különleges dolog történik. Ezen az első missziós úton, ahogy Márk elhagyja őt, és kesereg nagy valószínűséggel, hiszen egy ilyen fiatalnak a, hogy mondjam, a szárnyaink alá vétele, az azt is jelenti, hogy bizalmat adunk a másik embernek, hogy munkatársunként fogadjuk, és hogyha csalódás ér, azt nagyon nehéz kihebeni, főleg egy ilyen nemes ügy mentén, ami az evangéliumnak a hirdetése. És én azt gondolom, hogy Pál apostolnak nagyon rosszul esett ez, de képzeljék el, hogy ahogyan az evangéliumot hirdeti, itt ikonumban Pál apostol evangélium hirdetésére megtér Timóteus. És amikor tetszenek olvasni a Tesszalonikai levelet, akkor azt találják, hogy a köszöntésében a Szilvánusz mellett ott van egy másik tanítvány is, akit úgy hívnak, hogy Timóteus. Hát, most képzeljék el, hogy mekkora öröm volt az apostolnak, amikor egy ilyen komoly, elszánt és végtelenül elkötelezett fiatal emberrel találkozott, aki feltette az életét arra, hogy az evangéliumot hirdesse, és beállt az apostol mellé. Timóteusnak lesz még szerepe egyébként a történetben. Azt tudjuk a tesszalonikai tartózkodásáról az apostolnak, hogy nagyon viharos volt, körülbelül 3 hétig tartott, az apostolnak az volt a szokása, bocsánat, az volt a szokása az apostolnak, hogy minden egyes településen felkereste először a zsidókat, a zsidó gyülekezeteket, zsinagógákat felkeresi. Miért keresi fel? Azért, mert először ő maga is zsidó származású volt, igaz, hogy volt neki római állampolgársága is, de alapvetően ő egy zsidó ember volt, és ismerte a Tórát, a legjobbaktól tanult, Gamálieltől és a többiektől tanult. Ezért elkötelezett volt abban, hogy a maga által felfedezett, saját maga által felfedezett proféciáknak a beteljesedését először a zsidóknak mondja el. Ez szerintem, és minden bibliaolvasó úgy gondolja, hogy ez teljesen korrekt dolog volt a részéről. Nem annyira kalózkodás volt, hanem inkább egy becsületbeli ügy volt számára, hogy elmegy a zsidókhoz és elmondja, hogy beteljesedtek azok a proféciák, amik Jézus Krisztusról szóltak az Ószövetségben, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Ugye az volt a nagy problémája a zsidóságnak minden egyes esetben, hogy ők nem olyan messiást vártak, akit végül keresztre fognak feszíteni, hanem olyas valakit vártak, mint Mózes, aki majd le fogja a rómaiak rabigáját rázni a nemzetről, egy hatalmas hadvezér fog felállni a nemzet élére, és diadalmasan a világ nagy vezető hatalmává teszi Izraelt. És ezt kellett valahogy elmagyarázni az apostolnak, amikor bemegy a zsinagógába. 3 hétig van ott, és azt tudjuk a történelemből, illetve az apostolok cselekedeteiből, hogy nem örültek neki a zsidók. Sehol sem, itt sem örültek neki, de itt elég komoly szervezkedés ment az apostol ellen. Megengedik, akkor el is olvasom az apostolok cselekedete 17. fejezetéből. Miután Kis-Ázsiából átmentek, Tesszalonikába érkeztek, ahol zsinagógájuk volt a zsidóknak. Pál pedig szokása szerint bement hozzájuk, és 3 szombaton át vitatkozott velük az írásokból. Ő nagyon jó vitatkozó volt, rendkívül jó érvelt, senki se szeretne innen a teremből Pál apostollal vitázni, mert biztos, hogy ő győz. Pál pedig, ja igen, ezt mostanában, magyarázta és bizonyította nekik, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadnia,
tetszenek emlékezni, amit mondtam, hogy az Ószövetségből ők ezt valahogy kihagyták értelmezésből. Fel kell támadni a halálban, hogy és ez a Jézus Krisztus, akit én hirdetek nektek, mondja az apostol. És közülük némelyek hittek. Tehát néhány zsidó, néhány nemzetbelie hitt annak, amit ő mondott. De itt nem áll meg a beszámoló, hanem azt mondja, és csatlakoztak Pálhoz és Szilászhoz, nem mondja ki a másik kettőt, Lukácsot. Lukács maga az, aki írja, és valahol ott van tanulóként még Timóteus, de csak őt, Pált és Szilászt mondja. Csak úgy, mint sokan az istenfélő görögök közül, tehát Pál elmondja az evangéliumot, nem csak a zsinagógában, hanem különböző területeken, valószínű, hogy elmegy a piacra, és ott szokták elmondani az új tanításokat. Elmondja is, míg néhányan térnek meg a zsidóság közül, sokan megtérnek a görögök, az istenfélő görögök közül, és olyan érdekes, ahogyan Lukács fogalmaz, így fogalmazza, valamint nem kevesen az előkelő asszonyok közül. Tehát a gyülekezet ebből állt, ezekből a nációkból, vagy ilyen összetétele volt a közösségnek, a gyülekezetnek, amely alakul Tesszalonikában, néhány zsidó, sok görög, istenfélő görögök, és nem kevés, hát így fogalmaz, nem kevés előkelő asszony. Nem tudom, hogy önök előtt van-e a képe ennek a közösségnek. Én azt látom, hogy elkötelezett emberek. Olyanok, akik az életszentségben előjárnak, és egyébként jó módú közösséget látok magam előtt alapvetően, de látok ott hátul néhány, már bocsánat, nem most itt hátul, hanem, de lehet, hogy elő, mert a zsidók inkább elő szerettek ülni, néhány morgót is, akikkel majd később gondja lesz Pál apostolnak a gyülekezetben, mert lehet, hogy majd a körülmetélkedés kérdésében és néhány olyan kérdésben, amit a zsidóság annyira szeretett, majd problémázni fognak, sajnos ez a legtöbb gyülekezetben egyébként így történt. Na de, mit van azokkal a zsidókkal, akik nem tértek meg? Folytatom. A zsidók pedig irigységből indítva maguk mellé vették a piaci népségből néhány gonosz embert, és csődületet támasztva fellázították a várost, majd Jázon, ez egy megtért istenfélő görög ember volt, az ő házához vonulva igyekeztek őket kihozni a nép közé. Tehát Pál és a többiek, a vezetők, Pál, Szilász, Lukács, Timóteus valószínűleg ebben a házban voltak, és szerették volna nyakon csípni őket. Amikor pedig nem találták őket, Jázont, néhány testvérét a városi vezeték elé hurcolták, és azt kiáltozták, hogy ezek a világ felforgatók itt is megjelentek, mert hogy valószínű Filippiből megkapták a híreket és a különböző városokból. Akiket Jázon a házába fogadott, pedig ezek mindjárt a császár parancsai ellen cselekszenek, mivel hogy más tartanak királynak Jézust. Fel is izgatták a sokaságot és a város elöljáróit, akik ezt hallották. De amikor Jázon és a többiek kezességet vállaltak értük, elbocsátották őket. A testvérek pedig azonnal, még akkor éjjel elküldték Pált Szilásszal együtt Béreába. Ez volt a következő város, ahol megáll Pál apostol és hirdeti az evangéliumot. Béreáról tudjuk azt, hogy mi a különlegessége Béreának. Azt írja itt, akár itt a apostolok cselekedete, hogy nem esebb lelkűek voltak bármelyiknél, ahol eddig Pál apostol volt. Mert amikor az evangéliumról beszélt, akkor elővették a bibliájukat, jó, nekik teljesen más bibliájuk volt, mint nekünk, és megnézték, hogy úgy van-e, ahogyan Pál apostol azt mondja. Tehát gyakorlatilag ők kutatták az evangéliumot, kutatták az írásokat, a proféciákat. Tehát, hogy Pál apostol egy olyan helyre került Tesszalonikából, ahol végre értékelték. Filippiben is hasonló volt a szituáció egyébként, ott még börtönbe is kerül, azért, mert egy gyülekezetet hoz létre, hát nem tudom, melyikünk vállalná ezt a feladatot egyébként.
Aztán ott van Tesszalonika, majdnem meglincselik őt, és akkor végül Béreába megy az apostol, ahol végre örülnek az evangéliumnak, de ott sem marad egyébként. Álljunk meg egy picit. Pál apostol, tehát ahogy mondtam, körülbelül 3 hetet tölt Tesszalonikában. Ez roppant kevés idő, nem? Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kevés idő ahhoz, hogy egy közösség meg tudjon gyökerezni, meg tudjon erősödni. A szakma szerint azért el kell telni egy évnek, kettőnek, valahol 3 évnek is, hogy kialakuljanak a struktúrák a közösségben, kialakuljon, hogy ki a vezető, ki mit végez, és egy elint sínre tegye a közösséget. És itt van 3 hét, Pál apostolnak el kell mennie. Mi történik? Nem tudom, hogy önök hogy vannak veled, én azt gondolom, hogy Pál tördelte a kezét közben, hogy vajon mi lehet ezekkel az emberek. Nem úgy volt, mint ma, hogy felhívták telefonon, írtak egy e-mailt, hogy ilyen-olyan gondok vannak, vagy hogy hogy alakulnak a dolgok. Nagyon nehezen mentek a hírek, és Pál apostol egészen ide, ugye itt van a második missziós útja Pál apostolnak, és látjuk Béreát, Tesszalonikát, ugye Filippi, ott volt a börtönbüntetése az apostolnak, az egy csodával ért véget, arra most nem térek ki, mert valószínűleg a kollégám elmondta, hogy mi történt, és elmegy Béreába, majd elmegy Athénba, ahol megint csak nem szeretik az apostolt, majd elmegy Korintusba. Nem tudom, hogy mennyi időt elhetett el, de azt tudjuk, hogy Korintusban töltötte a legtöbb idejét az apostol. Tehát a leghosszabban Korintusban tartózkodott, és innen Korintusból annyira mélyen aggódik a tesszalonikai közösséget, tehát az hatalmas út autóval meguntuk magunkat teljesen, mire leértünk ide Athénba egyébként. Tehát ahogyan aggodalmaskodik az apostol a közösség létével kapcsolatban, egy nagyon jó vezető volt. Tehát nem egy menedzser volt, aki megcsinálta a dolgát, aztán készül, szerette az embereket. És ezt nagyon-nagyon fontos kihangsúlyoznunk, hogy egy olyan lelki vezető volt, akinek számára nem volt indiferens az, hogy mi van az emberekkel, hanem ő imádkozott értük, aggódott értük, és innen Korintusból visszaküldi, kit küld vissza? Timóteust, hogy nézze meg, hogy mi van Tesszalonikában. Na és erről szól ez a levél, hogy Timóteus szétnézett Tesszalonikában, megnézte, hogy mi van a gyülekezetben, és az apostolt, aki végtelenül aggódott a közösségét, elmondta neki, hogy ez a gyülekezeti jövés virágzik. Hogy olyan hitük van ezeknek az embereknek, egész Macedónia róluk beszél. Most képzeljék el, hogy milyen hatalmas élmény volt az apostolnak, majd bele fogunk kukkantani ebbe a részbe is. Tehát a hallomásra, vagy a beszámoló, Timóteus beszámolójára válasz az apostolnak ez a levele, az első levele. Másodikról most nem akarok beszélni, ezt egy másik kollégám fog válaszolni rá. Én ezt nagyon-nagyon megérintőnek látom, hogy benne van az apostolnak az érzelmei, nem csak egy teológus írja le azt, amit leír, hanem abból fakadóan, hogy az embereknek, az emberekért tevékenykedett, és azon gondolkodott, hogy hogyan lehetne jobb ezeknek az embereknek, erre válaszul, vagy erre reagálva írja meg. És ha már itt tartunk, beszéltem arról, hogy itt van Troász. Miről ismeretes Troász? Hát ez az a pont, vagy ez az a város, ahol az apostol azt mondta, jó, akkor most eljöttünk eddig a Szorosig, az égei tengerig, most megfordulunk, és megyünk vissza Jeruzsálembe. Csak hogy egyik éjjel az apostol álmodott. És nem tudom, hogy önök hisznek-e az álmokban, az én nagymamám
hitt az álmokban is, és nagyon sok álmot is látott egyébként, ami megerősítő volt a család számára. Lát egy álmot, amely álomban egy macedón férfi megszólítja őt, az apostolt, akiről tudja, hogy vissza akar menni Jeruzsálembe, tehát nem akar átjönni Görögországba, hanem azon gondolkodik, hogy hogy marad itt, és azt mondja neki álmában, hogy jöjj át, és segíts nekünk. Hát, hogy ez pontosan mit is jelent, azzal nem szeretnék most itt foglalkozni, mert elmenne az idő vele, de ez megrendítő számomra, hogy amikor közeledünk Istenhez, akkor ő olyan kapukat nyit, olyan csatornákat nyit meg egy emberrel való kapcsolódás érdekében, ami rendkívül meglephet valamennyünket. Pál apostolt is meglepte, és ahogyan ezt a hívást meghallotta, nem gondolkodott, valóban áthajóztak, és teljesen idegenben, mindenféle terv, stratégia nélkül elkezdtek városról városra járni. És ahogyan tetszenek látni, nem indult fényesen, ugye? Mert Filippiben jól megverik őket, börtönbe vetik, Tesszalonikából kiebrudalják őket, hát Béreában ott azt mondhatjuk, hogy oké, de nem alakul gyülekezet. Érdekes. És vagy olyan gyülekezet, akinek írt volna, Athénben hasonlóképpen azt mondják neki, hogy ó, ez egy olyan butaság, amiről te beszélsz. Majd esetleg holnap visszajövünk és újra meghallgatjuk. Tudják, milyen ez, amikor holnap, majd holnap, az azt jelenti, hogy nem érdekel minket. És végül itt Korintusban itt alakul meg a közösség. Tehát igazából egy egész országot végig kell járnia ahhoz, hogy valami értelmét lássa annak, hogy ő átjött ide. És ezt egy pillanatra szeretnék itt megállni, mert amikor mi a Bibliának a tanításaira gondolunk, akkor nagyon sokszor egy olyan tévképzet él a fejünkben, hogy amikor a Bibliát a kezünkbe veszek, akkor egy diadalmenet lesz az élet innentől kezdve. Hát tetszenek látni, hogy amikor mi elhatározzuk, hogy valamilyen módon kapcsolódni szeretnénk Istenhez, ez nem megy mindig könnyen. Sőt, nagyon sokszor komoly küzdelmek árán tudjuk igazán a kapcsolatunkat megőrizni Istennel. Beszéljünk egy kicsit a szerzőségnek a kérdéséről, hogy azért valami teológiai jellege is legyen ennek az előadásnak. A levél egyértelműen azt mondja, hogy Pál apostol a szerző. Hát úgy szerző, hogy valószínűleg valamelyik tanítványa leírja azt, amit Pál apostol mond, amit diktál neki az apostol. Egyébként nagyon érdekes, hogy a Tesszalonikai levélben mindössze kettőször találhatjuk meg Pál apostolnak a nevét. Mindössze kettőször. Nyilván ez nem zárja ki azt, hogy ő volt a szerző, mert magáról nem akart beszélni, viszont több esetben egyes szám első személyű életrajzi elemeket helyez el a Tesszalonikai első levélben. Ilyen például a Filippiben elszenvedett korbácsolás, vagy botozás, illetve a Tesszalonikában töltött napokra is pozitívan tekint vissza az apostol. Beszéljünk néhány szót a hallgatóságnak a kérdéséről. Nagy Sándor egyik tábornok, a Kasszander, ő az, aki alapítja a várost, Tesszalonikát. Igen, itt vagyunk. Tesszalonikát. Mint a legtöbb ilyen nagy ember, ő is kedveskedni akart a feleségének, és ezért a feleségéről nevezte el, nemes egyszerűséggel ezt a várost. A Macedónia provinciáinak egyik fővárosává válik
Thessalonica, egy nagyon-nagyon fontos kikötőváros. Mai napig is egyébként rengetegen lakják, és hatalmas a kikötői tevékenység, és ennek a kereskedelmi útnak, ahogy látjuk, ez volt az ütőere gyakorlatilag a római birodalomnak, mikor a Kis-Ázsiával és Macedóniával, tehát lehetnek látni, hogy mennyi országon keresztül vezetett ez az út. A rómaiak értettek hozzá, nagyon talán ha emlékeim nem csalnak, akkor 45 éven keresztül épült ez az út. Ez egy mai napig is nagyon fontos az, hogyha valakit be akarnak kapcsolni, vagy valamelyik területet be akarják kapcsolni a gazdaságba, akkor annak az az előfeltétel, hogy jó út legyen, ezért ezt az utat kiépítették. Akkoriban nagynak számított a 200 000-es lakossága Thessalonicának. Többféle náció lakta, görögök természetesen, rómaiak és zsidók. A zsidók általában diaszpórában nagyon sokan éltek, nem egyedülálló Thessalonica ebben a tekintetben. Igen. A gyülekezetről talán még annyit hadd mondjak önöknek, hogy a közösség, amely megalakul, nagy valószínűség szerint is ez a Thessalonicai első levél 9. versében olvasható, bálványimádó pogány görögökből áll, tehát azok az istenfélő görögök, akikről beszéltünk itt az elején, ők bálványimádók voltak alapvetően, ennek minden előnyével és hátrányával, inkább hátrányával együtt. Már a harmadik versben arról olvashatunk, hogy a hitből fakadó munkájuk és a szeretetből jövő fáradozásuk egész Macedóniában ismert volt a gyülekezetnek, és ezért példaképek voltak ebben a régióban. A keletkezésének az idejét azt körülbelül időszámításunk után 50-re tehetjük. Gallió prokonzulnak az idejében készülhetett ez az írás. A hátteréről beszéltem, Pál aggodalmaskodik a közösségnek a létével kapcsolatban, és Timóteust elküldi onnan Korintusból, és meggyőződik a gyülekezetnek a jólétéről. Most beszéljünk pár szót a levélnek a tartalmáról, hogy mit is írt Pál apostol vajon a közösségnek. Hát 5 olyan területet tudunk kiemelni, amely úgy tűnik, hogy Pál apostol szeretett volna mindenképpen reagálni a gyülekezetnek az életére, a közösségnek az életére. 5 olyan fontos téma, amivel tanácsolta a közösséget. Ezek valószínűleg olyan területek, amit minden egyes közösségben tetszenek tudni, hogy minden egyes közösségbennek vannak erősségei, meg fejlődési területei. Hát ezek voltak azok a területek, ahol bizony-bizony egy-egy területen nagyon keményen kellett fogalmazni az apostolnak. Az első ilyen terület az életszentségnek a kérdése. Az emberi viselkedés normalitására szerette volna az apostol felhívni a figyelmet. Vajon, amikor olvassuk a Thessalonicai első levelet, akkor csupán egy történelmi könyvet veszünk a kezünkbe, vagy ez szól-e a 21. századi emberhez? 2 területen fogalmaz meg az apostol tanítást a gyülekezetben, és majd eltetszenek dönteni, hogy ez most ma aktuális-e vagy sem. Az egyik a szexualitás tisztasága volt a akkori görög társadalomban, el tudjuk mindannyian képzelni, hogy miért volt ez igazán aktuális. Vajon aktuális-e ma? Ezt mindannyian el tudjuk dönteni. A másik pedig a kabzsiság és a csalásnak a kérdése. Hát itt már szerintem, ahogy látom, többen kezdtek el bólogatni.
Nem véletlenül, hiszen a mi társadalmunk is egy kicsit átitatott ezzel a témával. Hadd idézem ide Tesszalonika első levél 4. fejezetéből a következőket. Az az Isten akarata, mondja az apostol, Timóteus viszi a levelet, ugye? Erről beszéltünk. Illetve erről nem beszéltünk még, csak hogy Timóteus elmondja az apostolnak, hogy jól van a gyülekezet. Tehát, hogy ilyen problémák vannak. Valószínűleg Timóteus elmondta, hogy hát ilyen problémák vannak szexualitás témájában, és kapzsiság témájában azért kellene egy kis tanítást adni a gyülekezetnek. Tehát így olvassuk a 3. verstől. Az az Isten akarata, hogy szentek legyetek. Ezt a kifejezést használja. Tehát az élet szentségnek a kérdéséről beszél, és most ne ezekre a glóriás szentekre tessenek gondolni, hanem az élet szentségnek arra a kérdés, hogy legyen valamiféle elköteleződésünk, elszánásunk arra, hogy az életünkben, vagy az adott gyülekezet életében valamilyen módon tetten érhető legyen, hogy ők hát hisznek Istenben. Így folytatja, kerüljétek a tisztátalanságot, vagy a paráznaságot. Hát nem tudom, hogy melyikünk szeretne egy olyan közösségben lenni, ahol ilyen problémák vannak. Ezek nem boldogító dolgok. Az apostol mégis szereti a közösségét. És ezt nagyon-nagyon háromszor szeretném aláhúzni, hogy számára nem léteznek olyan bűnök, ami miatt kifogyna a szeretete azok iránt, az emberek iránt, akiknek a vezetője. Mindegyikötök szentül és tisztességesen éljen feleségével. Ezek nagy dolgok, nem? Nagyon nagy dolgok. Amikor mai napig, és nagyon örülök annak, hogy ennyire sokrétű svédasztalt kínál a kollégám önöknek, bizony nagyon sokat kell foglalkozni a párkapcsolatainkkal. Egészen konkrét lesz az apostol, és azt mondja az 5. versben, ne szenvedélyes érzékiségben, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. Tehát, hogy még a szexualitásban is meg lehet találni a szentséget. Valami ilyesmiről beszél ez. Hogy hogyan lehet a testi érintkezés Isten előtt szent. Senki se, és így folytatja, senki se károsítsa meg, és ne csapja be üzleti ügyekben a testvérét. Hát valószínűleg ilyesmi is történhetett akkor a gyülekezetben, mert az Úr bosszút áll minden ilyesmin, ahogy előbb már megmondottuk és kifejtettük, mondja az apostol. Tehát miközben a gyülekezetnek van erős hite és követendő, addig azt mondhatjuk, hogy ezen a két területen az életszentség konkrétan ezen a két területén hibázik az ő életük. Második tanítása az apostolnak, és ezt is megmérhetjük, hogy a 21. századi ember számára vajon van-e üzenete ennek. Abban a korban, amikor már a Z-generációról, már a csapból is ez folyik, hogy a Z-generáció az hát a munkával nem úgy van, mint az előző megelőző generációk, hanem csak úgy túl akarnak lenni rajta. Nyilvánvalóan nem akarunk általánosítani, de ez egy megfigyelés. És azt mondják egyébként, csak úgy tényleg zárójelbe tenném, hogy a szakemberek azt mondják, hogy mindez azért van, mert mi elkényeztettük ezt a korosztályt. És a munka is egy élményi vált számunkra, és hogyha nem élmény a munka, hanem ezért küszködni kell, akkor már nem akarják csinálni. No, itt bezártuk ezt a zárójelet. A másik nagy tanítás az apostolnak a munkának a fontossága. Mert hogy a tesszalonikaiak úgy gondolták, hogy hát ha ők megtértek, akkor igazából már nincsen szükség arra, hogy ilyen alantas dolgokkal foglalkozzanak, mint a munka. Ezért az apostol következőt írja nekik, 4. fejezet 9. versétől. Testvéri szeretetről nem szükséges írnom, hiszen Istentől tanultátok, hogy egymást szeressétek. Tehát összekapcsolja a szeretetnek a kérdésével. Szeretettel is vagytok egész Macedóniában, minden testvérrel. Csak arra kérünk titeket, testvérek, hogy gyarapodjatok is a szeretetben. És akkor most jön az érdekes,
hogy hogy látja Pál apostol a szeretetnek a kifejezését. Ez olyan, mint amikor a feleségemnek mondom, hogy szeretlek, na de ő neki az a válasza, hogy oké, szeretsz, de nem mosogattál el, amikor én mondtam neked, hogy mosogat. Tehát valami ilyesmiről akar az apostol beszélni. 11. vers. Becsületbeli kötelességnek tartsátok, hogy békességben éltek, magatok dolgával törődtök, és két kezetekkel dolgoztok, ahogy a lelketekre kötöttük. Valaki azt mondta, hogy azon a vidéken ma sem szeretnek annyira dolgozni az emberek, én ezt nem tudom, sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom, de valószínű akkoriban ilyen problémák lehettek, és 12. verse így fejezi be, akkor a külvilágokból tiszteletet vált ki életetek, és nem szorultok rá senkire. Tehát, hogy volt egy ilyen probléma a közösségben, hogy nem akartak dolgozni az emberek, és az apostol azt mondta nekik, hogy hát az evangéliumhoz hozzátartozik az, hogy dolgozni is kell. És akkor itt jön egy egészen, hadd mondjam így, hitbéli kérdés, amit felvet az apostol, ez a 13. verstől jön. Ez pedig nem más, mint a feltámadás reménységének a kérdése. Nyilvánvalóan Pál apostol és az egész keresztény hitünk arra épül, hogy egy olyas valakiben hiszünk, aki feltámadt, és nem csak, hogy feltámadt, hanem azt ígérte, hogy majd az idők végén vissza fog térni. Ezt nevezzük Krisztus második visszajövetelének, vagy visszajövetelének, második eljövetelének nevezzük ezt a bibliai tanítást. És azt kell látnunk, hogy Pál apostol kortársai, és így a tesszalonikai gyülekezet is úgy gondolta, mint ahogy mi gondolkodunk, hogy Jézus eljövetele közel van. Hogy a mi életünkben fog ez megtörténni. És valahogy ez az egész egyház történetet, vagy vallás történetet végig kíséri ez a gondolatmenet, hogy Jézus eljövetele nem valamikor a jövőben fog megtörténni, egy másik generációnak az idejében, hanem az én időmben. És így gondolkodtak a tesszalonikaiak is. Csak hogy ez fölvetett egy kérdés számunkra. Mi van azokkal, akik már meghaltak? Mi van a gyermekemmel, mi van a szülőmmel, mi van a szomszédommal, aki meghalt, és olyan jó kapcsolatban voltunk egymással. És valószínűleg egyébként az apostol nem tudott mindenre kitérni ez alatt a 3 hét alatt, amíg ott volt, bár valószínűleg tanítókat azért ott hagyott az apostol, valamit nem tudott elmondani nekik. És én szeretném önöket bátorítani, ugyanúgy, ahogyan Pál apostol is bátorította a tesszalonikaiakat, azzal, amit ahogyan ő lépésről lépésre leírja azt, hogy hogyan lesz Jézus Krisztus eljövetele. És ez az a reménység, amiben beleszeretett, amit kézbe akart adni az apostol, és belekapaszkodhattak az emberek. És ez így hangzik. Az elhunytak sorsáról nem akarunk tájékozatlanságban hagyni benneteket, testvérek, hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Na mi ez a reménység? Mi ez a reménység? Ha Jézus, mint ahogy hisszük, meghalt és feltámadt, akkor Isten vele együtt feltámasztja azokat is, akik Jézusban hunytak el. Mit jelent ez? Szívükben úgy haltak meg, hogy hittek Istenben. Az Úr tanítás alapján ugyanis ezt mondjuk nektek, tehát Jézus Krisztus tanítása alapján ezt mondjuk nektek. Mi, élők, akik az Úr jövetele eljöveteléig megmaradunk, nem előzzük meg az elhunytakat. Ez egy nagyon fontos dolog egyébként. Temetésekkor szoktuk prédikálni, hogy amikor belépünk a temetőnek a kapuján, akkor tetszenek emlékezni, hogy mi van fölülre. Hát, hogy feltámadunk, és itt mondja az apostol azt, hogy akik meghaltak,
sem ők nem előznek meg minket Isten országában, sem mi nem előzzük meg azokat, vagy hát az élők nem előzik meg azokat, akik már meghaltak, nem kell izgulni, Isten a startvonalra egyszerre állítod a minket, ahogyha használhatom ezt a képet. Tehát mi élők, akik az Úr eljövetelig megmaradunk, nem előzzük meg az enyhújtakat. Parancsszóra, a főangyal szólítására, Isten harsójának zengésére az Úr maga száll le a mennyből. Hát Jézus Krisztus visszatér. Ez az, amit mondtam önöknek, hogy ebben a reménységben szól a Tesszalonikai első levél. Sehol ilyen részletességgel nincsen leírva az, hogy hogyan fog majd zajlani Jézus Krisztus eljövetele, sehol a Szentírásban ennyire részletesen nincsen leírva. És így mondja az apostol, először a Krisztusban elhunytak feltámadnak, aztán mi, akik életben maradunk a felhőkön, tehát elszakadva a földi világtól, együtt elragadtatunk a magasban Krisztus elé, és így örökké az Úrral leszünk. Tehát nincsen előnye sem azoknak, akik meghaltak, sem azoknak, akik pedig élve látják meg Jézus Krisztus eljövetelét. És 18. versben azt mondja az apostol, hogy vigasztaljátok, tehát egymást ezekkel a tanításokkal. Micsoda óriási ereje volt az apostol szavainak. Egy olyan világban, ahol azt hitték, hogy majd a Seolban, a Hádészban, ott valahol az emberek szenvednek, és majd ha esetleg egy kicsit jól viselkednek, akkor majd Isten valami kegyet ad nekik. Tessenek nézni, hogy az apostol miről beszélt. Tehát ki húzta a fullánkját ennek a tévtanításnak, és azt mondta, hogy Jézus erről beszélt, erről tanított minket. Higgyetek ebben, hogy a halál nem egy utolsó állomás, nem egy végső állomás. És a maradék egy percben szeretném, vagy két percben szeretném elmondani, hogy arra is kitér az apostol itt a 8-tól a 11. versig, hogy mi van addig, amíg Jézus nem jön el? Hát ez a felkészülésnek az ideje, és azt a kifejezést használja az apostol itt a 8. versben, hogy legyünk éberek és józanok, tehát józan gondolkodással várjuk Jézus eljövetelét. Tehát ne legyenek szélsőségek, ne radikalizálódjon egy közösség, egy egyház, hanem legyen az embereknek a szolgálatára, ahogyan maga Jézus Krisztus is így volt. És az utolsó, 5. rész, amivel foglalkozik az apostol, egy nagyon-nagyon elhanyagolt része a napjainknak is, ez nem másról szól, mint egymásnak a megbecsüléséről, tiszteletéről, az elvégzett munkának az elismeréséről szól. Ahogyan beszél az apostol, én csak a 19. verset szeretném kiemelni, ez nagyon megérintett engem, amikor is így fogalmaz az apostol, hogy ne olcsátok ki a lelket. Tehát ha valaki hibázik is, nem kell azonnal az asztalt ráborítani valakire. Most nem akarok aktuál politikai kérdéseket idehozni az asztalra, de egészen másképp tudna a világ működni akkor, hogyha ezt a tanítását az apostolnak megfogadnánk és megszívlelnénk. Hát összességében annyit tudnék elmondani, hogy az én olvasatomban, és gondolom, hogy az önök számára is mindezek a gondolatok, amiket itt ezt az 5 tanítást elmondtam, és tanulmányoztuk közösen, azt láthatjuk, hogy a Tesszalonikai első levél nagyon is aktuális ma embere számára. Hogyha igazán akar találni olyan területeket benne, amit meg akar fogadni, akkor talál mindenképpen. Hogy a Tesszalonikai levél arról beszél, hogy hogyan lehet értelmes és teljes, kielégítő életet érni ebben az embertelen világban, hogyan tudunk belekapaszkodni azokba az ígéretekbe, amiket Isten ad a kereszténységnek. És hogy érdemes reménykedni is, mert egy élő Krisztus azt ígérte meg, hogy vissza fog térni erre a bolygóra, és ez az ígérete ma is érvényes, nem beszélve arról, hogy vigasztad a gyászolóknak,
azt hiszem, hogy mindannyiunknak vannak szeretett halottaik, akiket elveszítettünk, mert micsoda óriási tanítás ez, hogy majd találkozhatunk újra egymással és a mi szeretteinkkel. És hadd hagyjam a végére azt, amiről az elején szóltam két szóban, és akkor vissza is tekernék ide, hogy számomra ez az egész tesszalonikai levél arról szól, hogy nem véletlenek sokasága és egymás utánja az életünk, hanem egy tervezettség van benne, hogy Isten elhelyez az életünkben különböző állomásokat, amikor találkozhatunk vele. És én nagyon örülök annak, hogy egy ilyen állomásra a jelenlévők azt mondhatjuk, hogy meg tudtunk állni egy pillanatra, és lehetőséget adtunk Istennek arra, hogy ő megszólítson minket. Ahogyan Pál apostolt is megszólította a Troászban, és helyesen döntött az apostol. És tényleg azt tudjuk mondani, hogy az életünk egy ilyen sorozatos döntéseknek a sokasága inkább, mint hogy véletlenek. Isten kinyújtott kezére való válaszunknak a egymás utánja. Ez a mi életünk, ahogyan én látom ezt. És én köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.